Új lakóval bővült a 60-i vadaspark, kis Szamár született a napokban. Igyekszik minden percet anyja óvó közelségében tölteni, a mai napon merészkedett ki először a szabadba. A vadaspark gondozói vastagon befették lakhelyét Szalmával, hogy melegen tartsák élete első napjaiban. Tímár Dávid, a 60-i vadaspark vezetője elmondta, nagyon várták már születését. Január 15-én este 9:30-kor értesített az éjszakai állatgondozónk, hogy megállett a szamár, a kanca. Este 9:30-kor született meg. Nem tudtuk még az ivarát a kis szamárnak. Szerencsére egészséges, meg rendben volt vele minden. Az ellési folyamat során is este. A mai napon reggel derült ki, már annyira közelebb engedte magához a kanca szamár az állatgondozókat, hogy meg tudják nézni az ivarát. Mint kiderült, egy kislány szamáról van szó, tehát kanca szamár született. Karácsonykor a főtéren kihelyezett Betlehem mellett már találkozhattak a kis szamár anyukájával a 60-iak. Akkor már vemhesen láthatta őt az ünneplő tömeg. Ő egy magyar parlagi szamár, apja pedig egy albínó szamár, az új jövevény kinézetében apjára ütött. Az új lakónak még nincs neve, ám a tervek szerint a Vadaspark Facebook oldalán szavazás alapján keresztelhetik majd el a látogatók a kanca szamarat. Nem ő az egyetlen újszülött a vadasparkban. A napokban több kis birka is született, emellett a mai nap folyamán két kis kecske is meglátta a napvilágot. Őket is és a kis szamarat is a márciusi nyitást követően láthatják majd a látogatók. Addig is a Vadaspark Facebook oldalán több képet is megosztanak majd az új jövevényekről.